Olyan bénán áll a hajam, pedig göndörödik, de... Sziasztok! Ez most egy ruhás haul videó, de ezt kitalálhattátok, és hogyha ide kattintottatok, akkor vagy szeretitek a videóimat, vagy pedig érdekelnek a ruhás szerzemények. Bármelyik is legyen, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, ezt pedig lent tudod megtenni, és ha megnyomtad a feliratkozás gombot, akkor egy kis kolomb is kikerül mellé, és ha ezt megnyomod, akkor nem maradsz le egy videóról se. És most, hogy a reklámot is belerejtettem ebbe a videóba, vágjunk bele, és nézzük meg, hogy miket vásároltam. Vettem pár dolgot a Hádába, gyakorlatilag ezt a szatyornyi ruhát, illetve az Ölembe is vannak IBS szerzemények, de körülnéztem nagymamám szekrényébe is, és pár kiegészítő onnan is kikerült. Úgyhogy szerintem érdekes lesz és izgalmas. Nyilván ezek a turis videók inkább csak arra motiválják az embert, hogy elmenjen turkálni, hiszen ezen darabokat nyilván nem találod meg, de hát ez az előnye a turkálónak, hogy ezek a darabok lehetőség szerint nem jönnek szembe veled. És az IBI szerzeményekhez pedig a linket, hogyha szükségetek van bármelyikre, akkor majd kérjétek lent. Úgyhogy kezdjük el! Kezdjük az IBS szerzeményeimmel. Az első az ez a felső, amit rajtam láttok, és lehet, hogy egy kicsit így fel fog mászkálni, illetve gyűrődni fog. Nem rossz egyébként, bár kicsit többet mutat, mint amit én gondoltam a kép alapján. Lehet, hogy én voltam naív. Alapvetően tetszik, ilyen kicsit hullámos itt is, illetve a nyakrésznél is a felső, bár ez egy picit belsik magába, úgyhogy az nem a tökéletes, de hát ennyit tud, és felvettem az egy ilyen toppos melltartót, ami talán egy kicsit többet takar. Nekem tetszik, és ezt is viselni kell tudni, lehet ezt úgy prezentálni, hogy tök jól nézzen ki, és el tudom képzelni egy ilyen karácsonyi buli, vagy egy szilveszteri buli alkalmával, és tényleg egymásra rétegezve is el tudom képzelni, hogy mondjuk van alatta egy izgalmasabb top, és arra van rávéve, úgyhogy látok benne fantáziát, nyilván ez kinek mennyire jön be ez a fajta áttetsző téma, nekem tetszik. Rendeltem ezen kívül IBI-ről egy csíkos pólót, ami S-es, és be kell látnom, hogy ahogy azt mondják, hogy ne rendelj IBI-ről pólót, mert rossz minőségű az anyaga, van olyan, aminek rossz minőségű az anyaga, ennek teljesen jó az anyagminősége, nagyon jól van megvarva, de ez az S-es, ez legalább egy M-es, L-es, úgyhogy ez a problémám vele, hogy méretben viszont nem lett jó, és ahhoz képest, hogy Kínában ugye kisebbek a nők, pont, hogy az S-esnek XS-esnek kéne lennie, és nem volt XS-es, úgyhogy ez egy ilyen megtévesztő dolog, de hát laza felsőre is szükség van, úgyhogy majd kitalálok vele valamit, mert az anyaga viszont kifejezetten tetszik. Ezen kívül van még egy póló, ez pedig egy ilyen Vogue feliratú, ez is S-es, és ez is baromi nagy, ennek is jó az anyaga, nem az a nagyon nájlonos, de ez viszont hordhatatlanul nagy, nagyon hülyén néz ki felvéve, nagyon furán áll a mellkasomon, nagyon el van szabva, pedig egy pólón nem hittem volna, hogy ennyire lehet valamit szabni, vagy elszabható ennyire egy póló, és igen, úgyhogy ez nekem nagyon nem tetszik. Majd tovább ajándékozom, hát ha valamelyik barátnőmnek pont tetszik ez a laza dolog, illetve lehet, hogyha valakinek nagyobb a melle, akkor jobban áll rajta, nekem sajnos ez nem áll jól. És van még egy, amivel ambivalens érzéseim vannak, nem emlékszem, hogy hogy nézett ki, és nem tudom már visszanézni a vásárlásaim listáján, ugyanis nem találtam ott, nem tudom miért. Ez a felső nem így nézett ki szerintem, ez egy ilyen batikolt jellegű, és nagyon vékony felső, amin van egy államcsapda, és aki ismer, ez tudja, hogy nagy államcsapda mániás is vagyok, és nagyon tetszenek az indián kultúra dekorációs eszközei, illetve így az egész indián kultúra nekem nagyon szimpatikus, és ezért is vásároltam meg. Hát ez egy pizsama felső lesz, az anyaga nagyon vékony, de nagyon kis könnyű, kellemes viseletnek tűnik, úgyhogy ez ilyen alvós felső lesz, de egyébként egy pulcsinak tűnt. Hát igen, ez az IBI-nek az átka. Egy harisnyát is beszereztem, ami szintén csalódás. Nem vártam tőle sokat, de mondjuk azt igen, hogy feljön a combomig, nem jön fel. A vádlimnál már gyakorlatilag elszorítja a vérkeringésemet, pedig nekem nagyon vékony vádlim van, és minden egyes csizma laza rajta. Nos, ez a harisnya szerintem gyerekeknek való, és nagyon tetszett amúgy, hogy amolyan
tetoválás hangulata van, illetve egy ilyen kicsit világos, amúgy elég sűrű anyagból készült, tehát elég nagy denes lehet, de tényleg nem tudom felhúzni a combomon, nincs vékony combom, de az, hogy a vádlimon is akadjon, az már elég problémás. Úgyhogy ezt nem ajánlom senkinek igazából, csak maximum egy tini kislánynak lehet jó, de rajta tök jól nézhet ki, és szerintem ez a fajta harisnya, ami viszonylag sokáig bírja, bár elég nájlonos, az összes harisnya amúgy nájlonos, de ez lehet, hogy a kényelmetlenebb verzió, nem tudom megítélni, mert ilyen anyagból még nem volt harisnyám. Egy szuper felsőt is találtam, és ezt nem emlékszem, hogy mutattam-e, de ha mutattam, akkor elnézést, viszont ezt mindenképp meg akartam mutatni. Ez egy gyönyörű, szép, ilyen csipkés felső. Annyi, hogy a nyakrésze egy kicsit bővebb, mint amilyet én szeretek. Azt szerettem volna, ugye, hogy végig feszüljön, sajnos ezt nem tudja. Új résznél pedig itt lenne egy szűkítés, ami szintén nem szűkül be, illetve itt az csukló résznél viszont viszonylag jó. Egyébként egy kicsit fel kellene, hogy puffosodjon. Ennyi, amiben bele tudok kötni így a képláttán. Egyébként tök jó. Méretben is jó, viszonylag minőségi ez a csipke, nem az a nájlonos borzasztó, ami a Mio Chix és társaiban van, hanem ez az ellenállóbb, strapabíróbb dolog. És nagyon tetszik amúgy a mintázata, úgyhogy ennek örülök, hogy ezt beszereztem, és lehet, hogy még ilyesmit fogok nézegetni, mert úgy veszem észre, hogy az ilyen csipkevonalon egész minőségit adnak ki Kínába is, nyilván jól meg kell nézni a képet, és számítani arra, hogy lehet, hogy kidobtad a pénzt az ablakon. Úgyhogy ennyi. És rendeltem egy ilyen fület is. Igen. Szerintem még valahol bennem egy kislány él, aki mini egér, úgyhogy én így folytatom a videót, mert miért nem az én videóm, úgyhogy így folytathatom, ugye? Egy pulcsi lapul még itt, ez pedig egy názás pulcsi, amit hát én elsőre, amikor megláttam, meg akartam rendelni, és meg is rendeltem, az anyaga nagyon vékony, tehát ezt messze nem mondanám pulcsinak. Ilyen itthoni viseletnek tök jó lesz, esetleg nagyon meleg nyári napokon jól jöhet, de tényleg így nagyon-nagyon-nagyon vékony az anyaga, és tele van ilyen szálkilógásokkal, varráshibákkal, úgyhogy ez ilyen játszós felsőnek jó lesz, de ennél többet ne várjunk ettől, ahonnan én rendeltem legalábbis, és hát a minta sem annyira tökéletes, ahogy rá van nyomva, de ez úgy elmegy kategóriás. Kedves akkumulátor, nem erülj le, légy szíves, folytassuk a videót. Van még itt másik fejdísz is, ez már a hádás szatyor, amit most kibontottam, és hát ez egy cuki, szarvasos, aggancsos téma, amit, mint tudjátok, és folyamatosan posztoltok a kialakulatba szarvasokat, szóval az én mániám, és hát mindenképp akartam egy ilyet, viszont csörög, ami egy kicsit hosszú távon az idegeimet kinyírja, de amúgy minden oké. Úgyhogy ez is szerintem egy jó vásár volt. Rengeteg ilyen karácsonyi jelmez volt, meg Mikulás sapka, és egy ilyen manós sapkát is beszereztem, mert miért ne, ilyen még nem volt a gyűjteményemben, és karácsonykor én szeretek megőrülni itthon, és ilyenekbe mászkálni, nem tudom más, hogy van ezzel, de nekem jól esik a kis lelkemnek, hogy egy kicsit gyerek lehetek újra karácsonykor. És találtam egy ilyen piros lófert is, ami ugye egy ilyen kis kényelmes itthoni cipő, de szerencsére divat még mindig, úgyhogy kint az utcán is lehet viselni, nyilván jobb időben is, nem télen. És azt tetszett meg benne, azon kívül, hogy piros és piros cipő még nincs, és a piros cipő mindennel kombinálható szinte, de alapdarabokkal egyértelműen. Azt tetszett meg benne baromira, hogy ilyen kis szőrös és szörmés, és tényleg mutatós. Annyi, hogy amikor én veszek ilyen helyen cipőt, tehát turizok, akkor ezeket baromira le kell fertőtleníteni fertőtlenítő sprével, hiszen nem tudhatjuk, hogy kinek a lábán volt, de mondjuk ez igaz, hogy a cipőboltban vásároltok, én dolgoztam cipőboltban, rengetegen próbálják nem a leghigiénikusabban, mondjuk mezitláb, vagy olyan zokniba, ami után te nem szívesen dugnád bele a lábadat,
És nem tudhatod, hogy hány ember próbált előtted, úgyhogy érdemes minden cipőt mielőtte elkezded hordani és viselni, azelőtt lefertőtleníteni, mert ez a biztos. Szerettem volna egy ilyen maszkulin cipőt, és ezt a lábbelit találtam szintén a Hádába, gyönyörű, szép és csillámos, és a csillámos lábbelik cipők, magas sarkúk és társaik divatba fognak jönni. Szerencsére egy csapásra ütöttem két legyet, és ezüst színű cipőm sincs még, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy mákom volt szerintem ezzel. Tudom, hogy nagyon sokaknak nem tetszik, bár hogyha majd rengeteg lányon fogjátok ezt látni, akkor inkább fog tetszeni ez a csillámos megoldás. Amúgy ez egy effendett darab, és hát gyakorlatilag nem volt hordva és megkopva sem. És az ilyen átmeneti, ugyan hűvös, de még nem esős és nem havas időben is fel tudom venni. Nem rossz kis dolog, főleg, hogy a múltkor a magas sarkóban annyira fájt a lábam, hogy fél úton az utca közepén át kellett vennem ezt, akkor vittem haza a fotózásról, és eszméletlen jól jött. El se tudjátok képzelni, hogy milyen jó érzés, amikor már nem tudsz járni egy magas sarkuba, mert nem vagytok barátok annyira, és át tudod venni. Bár szerintem át tudjátok képzelni, mert biztos, hogy ti is jártatok úgy, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a cipőnek már ezért is, és tök jó, mert nem potyognak a csillámok, amitől én féltem, tehát így dörzsikeltem, és semmi problémát nem okozott. Pörgessük, mert tényleg sokat beszélek. Turkáltam egy szoknyát, ami egy ilyen csíkos és ilyen zsákvászony jellegű anyagból készült, ugye bordó, bézs és ilyen nagyon mély kék, fekete csíkokból áll, és ami az érdekessége a dolognak, hogy ugyanezen vásárlásnál találtam egy felsőt is, ami majdnem tök ugyanúgy néz ki, és együtt tök jól mutatnak, úgyhogy ezt is lehet, hogy együtt fogom viselni, ez pedig egy ilyen ejtett válló felső pólócska, és egy kicsit nagy, de nem mutat rosszul, hogy laza, mert a szoknya az viszont ilyen testhez álló majd, hogy nem, úgyhogy együtt jól néz ki, és szerettem volna amúgy egy ilyen visszaköszönnek a színek kombinációt. Mondjuk azt is el tudnám képzelni, hogy mondjuk egy pöttyös vagy egy kockás mintájú felsővel viselem ezt a szoknyát, amin ugyanezen színek vannak, vagy mondjuk egy bordó felsővel, szóval ebben látok egy olyan kombinálható darabot, ami amúgy a téli ruhatáramban egy abszolút alapdarabbá válhat. Találtam még egy bársony rövid nadrágot, ami egyébként szoknyának tűnik, tehát ez egy ilyen nadrág szoknya jellegű ruhadarab, magasan záródik derékban, viszont nagyon rövid, úgyhogy ez egy ilyen diéta motiváló cucc, és szürke rózsák vannak rajta, és hát nagyon szöszös, úgyhogy majd ezt így le kell hengergetnem. De hát ez a bársonynak a sajátossága, hogy sajnos gyűjti a szözt, viszont ez is egy izgalmas darab lesz szerintem a gardróbomba. Aminek még szintén nagyon-nagyon örülök, az pedig ez a sárga felső, aminek a nyak része ilyen kövekkel, gyöngyökkel kivart, és hátul pedig fel van vágva, ami szintén izgalmassá varázsolja a dolgot. Sajnos a hátamon vannak pattanáshegek, ugye ez a megborult hormonháztartásomnak köszönhető, hogy pattanásosodott, és amíg azok nem tűnnek el, addig így hátat nem nagyon villantok, viszont mondjuk egy ilyen felső rávéve tök jól tud kinézni esetleg, hogy az így kivillan alóla, és akkor mégsem tolom senki arcába azt a pár foltot, azt a jó pár foltot, ami a hátamon van most sajnos. Még egy pulóver landolt nálam, ami egyébként egy L-es darab és agendám, és bogarak vannak rajta, úgyhogy én lehetek már a bogaras hölgy vagy lány. Viszont anyukám azt mondta, hogy ezt ő szeretné, és neki ez nagyon tetszik. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez neki tetszeni fog, úgyhogy ezt ő meg is kapja tőlem. És tipikus óvónő mentalitás, amikor meglátta rajtam, és mondta, hogy ez tök jó, meg egy kicsit nagy, és hogy egyébként neki ezt nagyon tetszik, és hogy célozgatott, akkor közölte, hogy a gyerekek imádnák rajta, hogy ilyen fémes arany fonállal hímzett rovarok vannak rajta, úgyhogy ennek már tényleg nem lehetett ellenállni, hogy az óvodás csoportnak legyen egy tök jó napja, és
és ezért neki fogom adni ezt a darabot. Réka barátnőmmel a múltkor vásárolgattunk, nézelődtünk, és én csak is kizárólag vattakorongért mentem, de becsúszott egy csizma. Mentségemre szólni, hogy 3000 pár száz forintba került, le volt akciózva, és szerettem volna egy ilyen világos barna csizmát, ugyanis ilyenem nincs. Ez egy ilyen hideg tónusú, ami tényleg mindennel kombinálható, ami mondjuk egy világos ruha, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez megéri számomra. Itt van egy ilyen fentebbi rész, ez különlegesebb. Mondanám, illetve ami különleges az az, hogy itt arany a sarka, és ebből, ahogy lépek, ennyi látszik, szerintem teljesen jó. Nem tudom, hogy mennyire fogja bírni, mert nem egy márkaboltban vettem, illetve nem egy márkás darab, de reméljük, hogy nem lesz vele probléma. Én amúgy a cipőimet nagyon gyakran váltogatom, gyakorlatilag minden nap más lábbeli van szinte a lábamon, úgyhogy annyira nincs nagy megterhelésnek kitéve, inkább az szokott történni, hogy általában enged el a ragasztó pár év után, illetve ilyesmi, de akkor is úgy érzem, hogy viszonylag ki is használtam ezeket a darabokat. Meglátjuk, hogy mit tud. Fejfedők tekintetében pedig rendeltem még egy kalapot eBay-ről, ami szintén egy kicsit nagyon olcsó volt. Nem tudom, hogy hogy áll, ezzel úgy nem vagyok kibékülve, bár szerettem volna egy ilyen merev karimájú darabot is. Gondolom ezt így kéne, hogy viseljem. Vagy így pedig teljesen Mary Poppins-os, mert csak egy esernyő hiányzik a kezemből, és mehetek vigyázni a gyerekekre, és mesélhetek nekik. Egérszürke, ami szintén tök jól tud mutatni a rózsaszín kabátommal, úgyhogy ezért is választottam, és nem bántam meg, hogy megvettem. Nagymamám szekrényében pedig találtam egy ilyet, azt mondta, hogy soha az életben nem volt rajta, és valakitől kapta, de nekem megtetszett. Vagyis amikor feltettem, akkor konstatáltam, hogy ez nem áll annyira rosszul, mint gondoltam. Amúgy ez egy ilyen merev kalap, amin van egy ilyen kötött anyag, és nekem tetszik. Kövezzetek meg, de én meg vagyok őrülve ezekért a kalapokért. Úgyhogy, de ez gyerekkoromban determinálta azt, hogy nagymamámnak rengeteg kalapja volt, és még két másik sapit is találtam nála. Az egyik ez a svájci sapka, illetve a másik is egy svájci sapka. Annyira cuki. És a zöld, ez pedig szerintem abszolút nyerő darab. És őnek is megvan a kis antennája, illetve a bordónak is, és hát most mindenki svájci sapkákat hord, én nem tudom, nagyon régóta hordok ilyesmit, sokszor hülyének néztek benne, de hát ebből látszik, hogy a divat az újra és újra és újra visszajön, és van olyan időszak, amikor furán néznek rád, meg nem is emlékeznek azon darabokra, illetve az új generációnak. Minden csoda és minden divat új, úgyhogy alig várom már, hogy ilyen 50-60 évesen majd látom az akkori divatot, és valószínűleg a mi divatatjaink fognak visszajönni, és nagyon szórakoztató lesz, hogy majd jön haza a kislányom, vagy az unokám, és majd mutatja, hogy nézd, anya, tök menő, tök új, és akkor elmondom, hogy mondjuk 2001-ben én is ebben jártam amúgy. Szórakoztató, anya nagyon éli egyébként ezt, amikor így betoppanok, hogy nézd, anya, ez a Dallas időszakából van, és most menő újra. És akkor elmesélj, hogy neki milyen darabjai vannak, én pedig elsírom magam, hogy miért nem vigyáztál rá és őrizted meg, és miért nem tartottál fel két házat azért, hogy ezek a ruhák meglegyenek. Hát igen. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és még mini egérként is el tudtatok viselni. Szerintem lesznek olyan videók, amiben ilyen izgi fejfedőkkel fogok pompázni. Próbálom, hogy változatos legyen a kinézetem a videóban, mert múltkor kaptam egy kommentet, hogy egy szedben vettem fel több videót, úgyhogy majd mindig átöltözöm, hogy örüljetek, legyen szép napotok, és lenyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csengettyűzzetek, hogy ne maradjatok le az új tartalomról, és írjátok meg persze, hogy melyik darabok jöttek be nektek a legjobban, és hogy ti miket szereztetek be ebben a hónapban ruha, illetve kiegészítő vonalon, és írjátok meg, hogy ti felvennétek-e egy-egy ilyen cukiságot, és hogy karácsonykor viseltek-e esetleg Mikulás sapit, vagy Mikuláskor. Sziasztok!